Doká adhatja be. Túl lapos. És Csobot elindul ebből. Csobot rávezetheti Lovricsra. Guré segítene. Érkeznek ketten is a hosszú oldalon. Csobot. Csobot még mindig. Most bumálnak. Bumál gól helyzetben. Beközépre. Guré gól. Annyira akarta a Honvéd a győzelmet, hogy fellazult. És egy tökéletesen végigvitt kontra. Csobot a legjobb ütemben várva, bumál önzetlenül, és Guré valószínűleg győztes gólt szerez. Ebből indult az egész, és ott maradtak hátul szinte egy az egyben a Honvéd védői, a nem túl gyors Honvéd védők. Itt ugye már létszámban megvannak, de elmegy Capan lábai mellett a labda, bumál pedig nagyon-nagyon okosan nem lövi el, hanem beadja. Gurénak csak be kellett helyeznie a kapuba. Arra kellett vigyáznia, nehogy eltalálja a szappanost. 6 méterről ezt nem tette meg.